4 nappal ezelőtt egy napon 3 különböző bűncselekménnyel kapcsolatos híradás jelent meg a médiumokban. Az egyik, amely arról szólt, hogy Kazinc Barcikán egy ház falába csapódott egy személygépjármű. Ez a hír, ez arról is beszámolt, hogy a gépjárműben ülő két személy megtámadta a kiérkező rendőröket. Néhány sorral lejjebb, ugyanezen a napon a médiumok egy másik hírt is közöltek. Kazinc Barcika mellett található Sajó Kaza nevű település, ahol egy egész rokonság, egy népes család támadt a kiérkező rendőr járőrökre, és szintén ugyanezen a napon még egy bűnüggyel kapcsolatos hír is megjelent a médiumokban, és pedig az, hogy Miskolcon megerőszakoltak egy szórakozó helyen egy fiatal lányt. Mind a 3 bűncselekménnyel kapcsolatban én azt gondolom, hogy már nagyon sok olvasóban fölmerülhet az a gondolat, hogy ezek a bűnelkövetők egyazon etnikumhoz, egyazon népcsoporthoz, jelesül a cigánysághoz tartoztak, és mi magunk, akik megtettük, hogy borsodi helyi képviselőinkön keresztül tájékozottunk, mi magunk aztán ezt a fajta nem sztereotípiát, hanem tapasztalatot meg tudjuk erősíteni. Tehát mind a 3 egyazon napon megjelent hír esetében a bűnelkövetők cigány származásúak, cigány etnikumúak voltak. A médiumok, az újságírók, és ami ennél sokkal nagyobb probléma, a bűnügyi nyilvántartás, és ennek megfelelően a rendőrségi közlemény sem tartalmaz semmiféle utalást a bűnelkövetők bőrszínével, származásával kapcsolatban, ami például azért probléma, mert mondjuk a miskolci nemi erőszakot elkövető bűnöző esetében csak odáig merészkedik a rendőrségi közlemény, hogy annyit megjegyeznek, hogy fekete hajú volt az elkövető, de sokkal nehezebb elkapni egy ilyen körözési felhívás után egy bűnelkövetőt, hogyha például nem tudjuk azt, hogy milyen a bőre színe, hiszen azt mondjuk a rendőrségi fantom rajzon nyilván nem látható. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államokban ott egyértelműen feltüntetik a bűnözők esetében a bőrszínt, hiszen sokkal egyszerűbb lakossági segítséggel mondjuk egy bűnözőt egy körözés során elkapni, hogyha tudjuk azt, hogy fekete bőrű vagy mondjuk fehér bőrű az elkövető. Amerikában a politikai korrektség az nem jelenik meg a bűnügyi nyilvántartások vagy a rendőrségi felhívások esetében. Azt követeli a Mi Hazánk mozgalom, hogy Magyarországon is száműzzük a politikai korrektséget a bűnügyi nyilvántartásokból. A rendőrségi közlemények, különös tekintettel a körözésekre, a rendőrségi közlemények tüntessék fel a bűnelkövetők bőrszínét. És nem csak akárhogyha barna bőrű és mondjuk a cigány etnikumhoz tartozó elkövetőkről van szó, hanem tüntessék fel akkor is, hogyha például a Sziget Fesztiválon kiderül az, hogy külföldi drogdílereket keresnek, akkor igenis tüntessék fel, hogy fekete bőrű, afrikai, fekete bőrű drogdílereket keresnek. Ezt is csak úgy tudjuk meg, hogyha mondjuk elfogják őket, és az elfogással kapcsolatban megjegyzik, hogy egyébként nigériai állampolgárokról van szó. Tehát azt kérjük, hogy a politikai korrektséget száműzzék a bűnügyi nyilvántartásból, ahogy ezt az Amerikai Egyesült Államokban teszik, amennyiben nyilván megkeressük ezzel a kéréssel a rendőrséget, amennyiben azt a választ kapjuk, hogy ennek törvényi akadálya van, akkor törvényjavaslatot fogunk benyújtani annak érdekében, hogy Magyarországon a bűnügyi nyilvántartások, és ahogy mondtam, különös tekintettel a rendőrségi közlemények, rendőrségi felhívások esetére a bűnügyi nyilvántartásokban szerepeljen az elkövetők bőrszíne.